81 éve, 1943. január 12-én kezdődött a II. Világháborúban a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban, melynek következtében a 250 ezer fős II. Magyar hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 125-130 ezeren estek el, sebesültek meg vagy estek fogságba. Erdélyi Máté, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanulója katonai relikviákat gyűjt. Az évfordulón előadást tartott, mely előtt tanára Kovács Ottó köszöntötte őt, a résztvevőket és emlékezett a hős katonákra. Máté katonaruhákat hozott el a gyűjteményéből, ezekről beszélt diáktársainak. Főként családi vonatkozásból köszönhetem ennek a gyűjtési körnek a kialakulását. Családomban rengeteg katonát is szolgált, és nagyapám halála után hazakerültek családi fényképek, ahol mindig csillogó szemmel néztem a szebbnél szebb egyenruhákat, amik általában mindig egy büszke, markáns megjelenést adtak rokonaimnak. Mint elhangzott, a Doni katasztrófa a mindenkori legnagyobb hadi tragédiánk, ahol a legnagyobb ellenfél nem is a szovjet katonák voltak, hanem a rettenetes hideg és a megfelelő öltözet hiánya.